Megyei közgyűlés a NAV megyei igazgatóságának tavalyi és aktuális tevékenységéről, valamint a tervezett vasúti fejlesztésekről is szó volt a pénteki ülésen. Aszfaltoznak, 20 utcában épül aszfaltozott út, és 4 utcában teljes útfelújítást végeznek Nyíregyházán. Kibó a kis elefánt, egyelőre anyatejen nevelkedik, de már így is 100 kg-ot nyom a Nyíregyházi Állatpark egyik legifjabb sztárja. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának tavalyi és aktuális tevékenységéről, valamint a tervezett vasúti fejlesztésekről is szó volt a megyei közgyűlés pénteki ülésén. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A képviselők elfogadták újabb 5 Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás költségnövekmény igényét is, a közgyűlés elnöke pedig a megyeháza felújításáról is szót ejtett. Sesták Oszkár azt mondta, nincs akadálya annak, hogy a tető felújítás után jövőre az energetikai fejlesztés is megvalósuljon. Tájékoztatókkal vette kezdetét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés pénteki ülése. Egyike volt ezeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és vámigazgatóságának beszámolója. Kazsuk Attila igazgató a tavalyi évvel kapcsolatban elmondta, 14%-kal sikerült növelni a hivatal költségvetésének bevételét. Az előadó emellett beszélt 2022 legkomolyabb adóügyi változásáról, a kataszigorításáról. Ennek a történetnek 21-ben már azért nagyon komoly előzményei voltak, hiszen voltak a katában korábban is szigorítások, és 2021-ben rengeteg ellenőrzést végeztünk, különösen a katának a bújtatott foglalkoztatásra vonatkozóan gerjesztett hatásaira, és ezek az ellenőrzések alapozták meg azt a következtetést, hogy ezekkel az eszközökkel ez a jogintézmény az ebben megbúvó visszaélések már nem kezelhetőek, tehát valami teljesen más megközelítésre van szükség, ami elhozta 2022-re ugye a katának átalakítását, kivezetését az adórendszerből. A tervezett vasúti fejlesztésekről is tájékoztatást kapott a megyei közgyűlés. A MÁV osztályvezetője elmondta, Záhony térségében hamarosan 18 km hosszúságban normál, 2,5 kilométeren pedig széles vasúti nyomtávú vágány újul meg. A Dorján Béla az ülésen szót ejtett arról, a vasúti átkelők fejlesztésére is nagy hangsúlyt kellene fektetni. A Jobbik Momentum képviselője hozzátette, az áruforgalmat is nagyobb százalékban kellene a vasúton bonyolítani. Olyan állapotban a megye vasúti közlekedése, akár áruforgalmazás, vagy akár személyszállítás kérdésében, hogy már nem csak ez vérzik több sebből, hanem már tulajdonképpen veszélyezteti a közúti közlekedést is. Erre konkrét kérdést is feltettem például, hogy a metszéspontoknál, amikor a közúti közlekedés és a vasúthálózatok keresztezik egymást, miért nem tudják rendbe tenni elviselhető módon a csomópontokat, hogy ott a személygépkocsival közlekedők azok ne menjenek tönkre, akár ők, vagy akár a járműveik. Tehát nagyon sok probléma küzd a vasúti közlekedés. Nekem régi nagy szívfájdalmam egyébként, hogy az árufuvarozás az gyakorlatilag a nullához tendál belföldi viszonylatba, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A megyei közgyűlés elnöke szót ejtett a megyeháza felújításáról. Sesták Oszkár elmondta, jól halad az épület tetőszerkezetének cseréje, és várhatóan jövőre az energetikai fejlesztés is megvalósulhat. Majdnem 500 millió forintos állami beruházás uniós forrás nélkül valósul meg most a megyeháza tetőzeténél. Ugye ez egy több mint 120 éves műemléképület, alaptörvényben rögzített kötelességünk, hogy jó gazdái legyünk ennek az épületnek, a kormányhivatal sikeresen szerzette az állami forrásokat. Mi társbérletben vagyunk a kormányhivatallal, élvezői vagyunk ennek a beruházásnak, és hát reméljük, hogy jövőre az energetikai felújítását is meg tudjuk kezdeni a háznak. Erre több mint 750 millió forintos pályázati forrást jeltünk. A pályázatot még a mostani energiaválság előtt adtuk be, de a mostani energiaválságban pedig különösképpen indokolt ennek a háznak az energetikai megújítása, hogy olcsóbban tudjuk működtetni ezt a patinás épületet. A képviselők elfogadták újabb 5 topos beruházás költségnövekmény igényét. Ezúttal a Tiszalöki Ipari Park fejlesztéséhez, a Tarpai Bölcsőde és a Nyírgelsei kerékpárút építéséhez, Nyírderzs önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítéséhez, illetve a Rétköz turisztikai fejlesztéséhez kell többletforrást biztosítani. Szinte minden közülésünkön van ilyen előterjesztés, hogy az uniós projektek be tudjanak fejeződni, ugye az említett vagy ismert energia
növekmények, illetve építőanyagár növekmények miatt szükséges néhány millió forintot hozzátenni, akár néhány 10 millió forintot is hozzátenni egy-egy beruházáshoz, hogy be tudjon fejeződni. Ehhez jár hozzá a közgyűlésekkel, a döntésekkel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés a tervek szerint legközelebb november végén ülésezik újra. A hagyományokhoz híven ebben az évben is három helyszínen emlékeztek meg Nyíregyháza egyik leghíresebb szülöttéről, Krúdi Gyuláról. A Krúdi nap alkalmából az író szülőházánál és egykori iskolájánál helyezték el koszorúikat a megyeszékhely képviselői. A Bessenyei téren álló szobornál pedig műsort adtak a Krúdi gimnázium 11. évfolyamos diákjai. Nehéz korszakban élő, nagyon-nagyon tehetséges ember volt. Nem is találkoztam más olyan íróval vagy költővel, aki Nyíregyházát, Nyíregyháza fejlődését olyan szemléletesen tudta volna leírni, azt, hogy Nyíregyházán hogyan történt, mondjuk a tirpekok bevonulása, milyen volt itt az élet. És nyilván az irodalomban, amit letett az asztalra, az megkérdőjelezhetetlen. És ugye Nyíregyháza városa posztumusz díszpolgárává is avatta Krúdi Gyulát, akinek az élete azért nem volt olyan könnyű. Nyilván a tehetsége, ezzel a nagy tehetséggel, amit megáldotta az ég, azzal nyilvánvalóan sok negatív hatás is érte. Úgyhogy azért fontos elsősorban nem csak a helyi kötöttség miatt, a kötődés miatt, hanem a nevek, az évszámok, a könyvcímek, azok igazából nem sokat jelentenek, hanem meg kell ismerni a környezetet, meg kell ismerni azt, hogy kimben alkotott, és egy dolog nagyon fontos, a tehetség, a tehetségnek az ápolása, és a tehetségnek a folyamatos fenntartása. Húsz utcában épül aszfaltozott út, és négy utcában teljes útfelújítást végeznek Nyíregyházán. Ennek egyik eleme Borbányán határidő előtt elkészült. A Kacagó utcán ezentúl aszfaltos úton közlekedhetnek az ott lakók. A végéhez közelednek a munkálatok a Makai István, a Gyűrű és a Pompás utcán, valamint a Muskotáj közben és a Tiszalöki úton is. A csapadékvíz hatékony elvezetése érdekében kellett ilyen kis árkokat kialakítani a Kacagó utca egyik oldalán. Útépítési szabály szerint az út másik oldalára ez nem kötelező, így ott patka sincs. Helyette zúzott kő jelzi a 8 méter széles út szélét. A stop felirat is frissen van festve a Lakatos utca kereszteződésében, ami azt is jelenti, hogy befejeződtek az útépítési munkák. A felújított közel 400 méteres szakaszon már a teherautók is közlekedhetnek. Nagyon fontos volt ez a Kacagó utca számunkra, hiszen ez egy gyűjtő utca, több utca is becsatlakozik ide, és eddig ez tulajdonképpen egy földút volt. Egy olyan nehezített földút, ahol a csapadék víz elvezetés sem volt egyszerű. Árkokat kellett létrehozni ahhoz, és sajnos ez sem volt elegendő, de most így a felújítással meg fog oldódni, hiszen ezt a csapadékvizet most már zárt rendszerben el tudjuk szállítani, és onnantól kezdve itt ez most már egy élhető közösségi útunk lesz. Mindez egy nagyszabású, 5 milliárd forintos, egyedülálló útfejlesztési program részeként. Egyedül Nyíregyháza kapott a kormánytól 5 milliárd forintot földutak aszfaltozására, illetve utak felújítására. Ebből a forrásból, de megézem más forrásból is, mert EU forrást is fel tudtunk használni, a Szent István Szarvas Széchenyi út ebből indult. Van 5 nagyforgalmú utcánk, aminek a felújítása történik, és befejeződik az is november 15-ig, de hát nyilván a legnagyobb változása a 20 földút aszfaltozása, ezek egyike itt a Kacagó utca. Borbányán még 2 utca van, ahol jelenleg is zajlanak az útfelújítási munkák, ezek 2-3 héten belül elkészülnek. Ráadásul a beruházások a helyi gazdaságot erősítik. Itt is azért a kivitelezésen, tervezésen túlnyomó részt nyíregyházi cégek dolgoztak, tehát ez is egy fontos szempont, és azért is, mert itt ugye lokálpatrióta cégek vannak, és hát én azt gondolom, hogy a borbányaiaknak is ez egy érezhető fejlődés, ez a 3 utca november elejére elkészül. A polgármester hozzátette, a végéhez közelednek a munkálatok a Makai István, a Gyűrű és a Pompás utcán, valamint a Muskotáj közben és a Tiszalöki úton is. A tervek szerint novemberben ezeket is felújított állapotban adják át a városlakóknak.
Már csupán néhány napig lehet önállóan a belépéspont népszámlálás 2022.hu oldalon keresztül kitölteni a népszámlálási kérdőívet. Az idei adatgyűjtés első online szakasza október 16-án vasárnap zárul. Akik addig nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat október 17 és november 20-a között számlálóbiztosok keresik fel, és akkor már csak az ő segítségükkel lehet megválaszolni a kérdéseket. Akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, térítésmentesen használhatják a közkönyvtárak számítógépeit, valamint a digitális jólétprogrampontokon is lehet tölteni online a kérdőíveket, illetve kérheti családtagjaik, barátaik segítségét is. Hívta fel a figyelmet online sajtótájékoztatóján dr. Hukovics Gabriella, a KSH elnöke. 1976 óta október 15, ami ebben az évben szombatra esik, a fehér bot napja, ekkor döntött úgy az ENSZ, hogy a látássérültek mozgását segítő fehér botról nevez el egy napot, annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a látássérültekre. Ennek alkalmából koncerttel egybekötött ünnepséget tartottak a megyeházán, amelyen a vakok iskolájának kórusáé volt a főszerep. A Fehér Bot nemzetközi napja alkalmából a vakok iskolájának kórusa vendégszerepelt a Megyeháza dísztermében Nyíregyházán. A rendezvényt a Vakok és Gyengén Látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat közösen szervezte. Baracsi Endre azt mondta, mindannyiunk közös feladata, hogy megtanuljunk egymással együtt élni. Én biztos vagyok benne, hogy ezzel az érzékenyítést is nagyban segítjük, hiszen azt hiszem, hogy ez tényleg egy olyan küldetés, akár a hétköznapokra nézve, akár az ünnepnapokat tekintve is, hogy mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy igenis nekünk a legfontosabb feladatunk az együttélés, hiszen vannak olyan sorstársaink, akik különböző fogyatékossággal élnek, és ők is ugyanolyan fontos tagjai a társadalomnak, és ugyanolyan szerepük van, akár a közösségépítésben, akár a hétköznapokban, és azt hiszem, hogy ez a mai nap is pontosan ezt a célt szolgálja, hogy ebben előre lépjünk egyet, segítsük a közösségbe való integrációt, és segítsük azt is, hogy amellett, hogy ők megtalálják a helyüket a társadalomban, amellett pedig, hogy mi is elfogadóbbak legyünk a hétköznapokban is, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos feladat. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete 2004-ben alakult, amelynek Nyíregyházán van a székhelye. A fő tevékenységük az érdekvédelem, a kultúra, valamint a látássérülteknek nyújtott speciális szolgáltatások, mint például a braille nyomtatás, hangos könyvek készítése, felolvasások és a közlekedés tanítása. Az Egyesület elnöke Nemes Nagy Tünde hangsúlyozta, minden látássérült saját kompetenciákkal rendelkezik, és mindenkinek másra van szüksége. A mai apropon belül itt vagyunk a megyeházán, ez a Fehér Bot napja, ami október 15-én van, ez egy nemzetközi program. 1976-ban az ENSZ nyilvánította október 15-ét a Fehér Bot világnapjává. Ezen a napon egy picit mindig nagyobb az odafigyelés ránk látássérültekre. A Fehér Bot az azért való és azért van, hogy a látássérültek utcai közlekedését segítsen bele kitapogatni a gödröket, a nem akadálymentes területeket, az útlezárásokat, az útépítéseket, illetve hogy a látássérültek, teljesen vak emberek, vagy az alig látó emberek észrevegyék a lépcsőket, ami előttük van. Flamik Mária, a Vakok iskolája kórusának karvezetője elmondta, 18 fővel érkeztek. Néhány évvel ezelőtt élesztették újra az iskola régi kórus hagyományát. A karvezető azt is elmondta, hogy főként hallás után tanulják meg a dalokat a zenetörténet különböző korszakaiból, így a kiváló énekesekkel előadott repertoárjukban Bárdos Lajos művei, középkori madrigálok és néger spirituálék egyaránt elhangzanak. Mindenki azért zenél, mert szereti. Tehát ide nem kötelező járni, de mindenki azért jön, mert ez jó neki, mert barátokat talál, mert ismerettségeket köt, mert egymást segítik a fiatalok, mert jó együtt muzsikálni.
A kórus működése a koronavírus járvány alatt sem szűnt meg teljesen. Flamich Mária azt mondta, a kényszerpihenő alatt főként a zenetörténettel foglalkoztak. A karvezető úgy véli, a közös éneklésre nagy igény van a látássérültek körében is, és egyre többen csatlakoznak hozzájuk. A száraz eledelekkel még csak játszik, egyelőre anyatejjel nevelkedik, de már így is 100 kg-ot nyom a Nyíregyházi Állatpark egyik legifjabb sztárja, Kibó, az afrikai kiselefánt, aki 6-7-es korában kapta meg ezt az afrikai nevet. A Kibó név egyszerre utal a tanzániai Kilimandzsáró legmagasabb csúcsára, és a kiselefánt anyai nagyapjára, akit szintén így hívtak. Ezzel a Kibó felirattal várták a 6-7-es afrikai csemetét a Nyíregyházi Állatpark gondozói és az érdeklődők. A család legkisebb tagjának érkezése valóságos szenzáció volt 6 héttel ezelőtt, hiszen Magyarországon eddig csak Nyíregyházán született afrikai elefánt. Kibó a 21 éves Kwanza és 29 éves Jack harmadik utódja. Igazi születés, ami meglepetés volt a kisállatnak a születése, hiszen alapvetően szeptember elejére vártuk a kicsi érkezését. Augusztus végén konkrétan a 25. születésnapunk alkalmából, tulajdonképpen kipottyant az anyukájából, a hajnali órákban látott napvilágot, és mikor már jöttünk reggeli órákban ide állomány ellenőrzésre, már egy újabb kis elefánttal gazdagodott a gyűjtemény. Ő Kimani és ő Kitó, a két nagy testvére, illetve Kwanza, kitűnő anyuka. Ő alapvetően folyamatosan gondoskodva figyelik a kicsi minden egyes mozdulatát, és több kis állat született már nálunk a Nyíregyházi Állatparkban, több kis elefánt, és azt kell mondjuk, hogy mindenki más-más tulajdonságokkal bír. Hát a kis Kibó, hát egy nagyon vagány állat, alapvetően folyamatosan kötekszik a nővérkéjével, aki anyai gondoskodással figyel a picire, de a csapat minden egyes tagja állandóan figyeli a kicsinek a rezdülését. Vánze, kom! Vánze! A saját szemünkkel is láthattuk, hogy az elefántok hallgatnak a nevükre, ezért is fontos, hogy olyan lehetőleg két szótagú nevük legyen, amelyekkel a gondozó be tudja őket hívni. A kis afrikai elefánt igazi sztár, ő a vendégeink segítségét kértük a névjavaslat tekintetében. Ők a közösségi oldalokon tettük fel a kérdést, hogy ők milyen nevet adnának az ország egyetlen afrikai elefántborjának. Volt kitétel, mindenképpen K betűs nevet szerettünk volna adni, ami afrikai csengésű, és két szótagú, hiszen így könnyebb őt behívni. Végül a Kibó névre esett a választás, ami egyébként a Kilimandzsáró legmagasabb pontja, de érzelmi kötelék is húzódik a névhez, hiszen az anyai nagyapját, aki nemrég hunyt el, így hívták. Az afrikai elefánt az állatpark ismertetője szerint a legnagyobb szárazföldi állat. A bikák akár 4 méteresre is megnőhetnek, de a tehenek is elérik a 3 méteres magasságot. A kifejlett afrikai elefánt naponta 100-300 kg élelmet és közel 200 liter vizet fogyaszt. A névadó ünnepségre készített vegetáriánus menü is hamar elfogyott. Volt sütőtök egészben, alma, saláta, szőlő, sőt széna is. A felvételen jól látható, hogy Kibó még nem tanulta meg, hogy az étel nem játék. Kibó születése után el kellett telnie pár napnak, mire sikerült őket becsalogatni a házba. Miután bent voltak, ugye megtörtént az első szemle, megvizsgáltuk, hogy rendben van-e vele minden, nincsenek külsérelmi nyom rajta, szerencsére teljesen egészséges volt, azóta nagyon gyorsan fejlődik, születési súlyához képest már 15-20 kilót felszedett, úgyhogy körülbelül már 100 kg-ot nyom. Egyenlőre még csak anyatejjel táplálkozik, a száraz eledelekkel még csak inkább játszik. A kis elefánt egyelőre jól érzi magát a családjában, és mire felnő, akár elérheti a 7000 kg-ot is a gyerekek és felnőttek legnagyobb örömére. Hello, Kibó! Két érmet szereztek az NVSC versenyzői a Nyíregyházán megrendezett serdülő és ifjúsági országos súlyemelő bajnokságon. A 71 kg-os súlycsoportban induló Füzesi Anna az U17-es korosztályban az első helyen végzett, ugyanebben a korcsoportban a 91 kg-osok között Mikovics Ábel a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A nyíregyházi súlyemelő sport a 90-es években élte fénykorát, majd később is akadtak fellángolások, de országos bajnokságot több mint egy évtizeddel ezelőtt rendeztek a megyeszékhelyen. Az atlétikai centrumban új otthont kaptak az erős emberek, és a körülmények lehetővé tették, hogy ismét pályázzon rendezésre az NVSC szakosztálya. A serdülő és ifjúsági országos bajnokságon 27 egyesület közel 100 súlyemelője lépett a versenydobogóra. Nagyon régen volt az, amikor ilyen rangos eseményt rendeztünk. Magyar bajnokságot rendeztünk súlyemelésben Nyíregyházán. Hát ez abban az időszakban volt, amikor még Feri Attiláék a világot jártak, meg Európát jártak, és hozták haza az érmeket. Azóta sok minden változott, sokkal most a hardlett a sportág sorsa, elsősorban a Tiszavasvári úti súlyemelőterem megszűnése következtében. Így aztán évekig nem tudtunk versenyt vállalni, hiába működött, hiába élt a szakosztályunk. Ennek az atlétikai centrumnak az átadása, ez egy nagy fellélegzést jelentett a mi sportágunknak is, bár az eredeti tervekben nem szerepelt az, hogy súlyemelés is legyen ebbe a komplex csarnokba, de hála a városvezetőjének, hála a sportétesítményt üzemeltető Kft. Vezetőjének helyet szorítottak a súlyemelésnek. A Súlyemelő Szövetség is látja, hogy itt újra megindult a sportág élete, és nagyon jó kapcsolatunk van a Súlyemelő Szövetséggel. Ennek köszönhető, hogy ma már ismét egy országos bajnokságot rendezhetünk, és remélem, hogy mindenkinek a megelégedésére. Feri Attila versenyzőként világbajnoki címeket, olimpiai bronzérmet és Európa bajnoki érmeket szerzett. A szakember a nyíregyházi súlyemelésért dolgozva keresi lehetséges utódait. Mindenki megtalálja az útját az élsporthoz, aki szeret. Erőltetni semmilyen sportágban nem lehet. Aki predesztinált arra, hogy megeresedjen, megtalálja az utat a terembe. És mivel minden sportág, nem csak a súlyemelés kimondottan, nagyon sok kitartás igényel, nagyon sok lemondás, nagyon sok kemény, nagyon kemény meló. Így úgy gondolom, hogy az a kevés réteg, ami megmarad az élsportra. De hát nem csak élsport van, mivel ez gyerekektől kezdve, 8 éves kortól kezdve már vannak versenyzőink, így és nagyon szép eredményekkel. Így nem az az elsődleges cél, hogy olimpiai bajnokokat neveljünk, hanem az, hogy előkészítsük az életre a fiatalokat. Az országos bajnokságon két nyíregyházi ifjúsági korú versenyző indult, és mindketten érmet szereztek. A 71 kilós Füzesi Anna 167 kg-os összteljesítménnyel az első helyen végzett. A 91 kg-osok között Mikovics Ábel 197 kilót teljesítve a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának tavalyi és aktuális tevékenységéről, valamint a tervezett vasúti fejlesztésekről is szó volt a megyei közgyűlés pénteki ülésén. A képviselők elfogadták újabb 5 Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás költségnövekmény igényét is, a közgyűlés elnöke pedig a megyeháza felújításáról is szót ejtett. 20 utcában épül aszfaltozott út és 4 utcában teljes útfelújítást végeznek Nyíregyházán. Ennek egyik eleme Borbányán határidő előtt elkészült. A Kacagó utcán ezentúl aszfaltos úton közlekedhetnek az ott lakók. A végéhez közelednek a munkálatok a Makai István, a Gyűrű és a Pompás utcán, valamint a Muskotáj közben és a Tiszalöki úton is. A száraz eledelekkel még csak játszik, egyelőre anyatejen nevelkedik, de már így is 100 kg-ot nyom a Nyíregyházi Állatpark egyik legifjabb sztárja, Kibó, az afrikai kiselefánt, aki 6-7-es korában kapta meg ezt az afrikai nevet. A Kibó név egyszerre utal a tanzániai Kilimandzsáró legmagasabb csúcsára, és a kiselefánt anyai nagyapjára, akit szintén így hívtak. Október 14-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel jelentkezünk majd. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! We'll be right back.
Szombaton keleten szűrt napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között változik. Vasárnap a pára feloszlását követően változóan, majd gyengén fátyol felhős lesz az ég. Több órára kisüt a nap. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között valószínű.